videó, totál vágatlanul, nyersen, szipogva, esti, totál random fejemmel. A lényeg az, Adobe Premiere Pro-t használok mostanában, mert a Vegas állandóan lefagy, kifagy, stb. Stb. Oké, ez eddig tiszta sor. Mutatom, hogy mit csinál az Adobe. Hallhatjátok, meg igazából láthatjátok is, hogy tökéletesen mozog, tökéletesen, hogyha megnézitek, nem mondod, hogy valami történik, mondjuk így gyulladt egy lép. Szerre lehet üveszteni a szöveget. Mert ja, egyébként egyben van a képi meg a hangsáv, szóval egybe vettem őket be. És szerencsés sorsú gyerek vagyok. Tökéletesen illeszkedik, tekerünk kicsit. 9 percnél. Elképezte. Még mindig ugyanaz. Látjátok, úgy mozog a szám, hogy beszélek. Szerintem kinézetben nagyon sok mindent fel ez a játék. Még mindig jó. Oké, még ennyi mindig alatt jó. Én... 10 perc 32, 11:32-nél, és mutatom a shoes point. Alapvetően a videó egyébként, mutatom, hogy hogy kezdődik. A videó az így kezdődik. Itt is vagyunk a következő részben. Na, amit ugye az előző résznek a végén már láttatok, hogy itt ugye itt a végén itt szépen meg fog halni. Így kezdődik a videó. Mutatom, mi történik a 13. percbe belépve. Itt is vagyunk a következő részben. Amit ugye az előző résznek a végén már láttatok, hogy itt ugye itt a végén itt szépen meg fog halni a hátsó hölgy. Innentől kezdve ismerném a történetet. A hangsáv előről kezdődik. Pedig a hangon, az ég egyadta világon semmilyen effekt nincsen. Mármint én itt nem tapasztalok meg, én ezt már nem egyszer újra töltöttem az egészet, és nem. És akkor mondhatjátok, hogy hülye vagy, tehát a nyersfáj van benne. Oké. Okay. Ezek mi? Kirendelt fájlok? Videó. Totál ja nem, ezek amit az előbb elkezdtem felvenni, de jól nézek ki, te jóig. Itt van a nyers fájl. Itt is vagy még kell. Oda tekerek 13 perchez. Hát csak a 11, 12, 13. Kell az a hangtompítós tuki. Kell az a hangtompítós tuki. Itt nem kezdődik előre. Szóval itt valamit az Adobe a szétvert, és azt nem tudom, hogy mit, mert oké, akkor itt van ez, ezt megnézzük. Itt a kirendeletet, mert egyszer már kirendeltem, és a kirendeletbe is. Mondjuk, itt is vagyunk a következő részben. Amit ugye az előző résznek a... Egyszerűen nem tudom értelmezni, hogy miért csinálja ezt. Hogyha van bármiféle ötletetek ilyen téren, akkor nagyon-nagyon szívesen várom, mert egyszerűen tényleg fogalmam sincsen, és emiatt nem tudom egyszerűen kirendelni ezt. És vagyunk a következő részben. És tök jó lenne, hogyha ma este ki tudnám ezt rendelni, akkor holnap föl tudna ez menni. Ez a videó, ez a Metal Gear Solid 2, és a CMTA-nak a 7. epizódnak az utolsó része is föl tudna menni. Tök jó, és akkor neki tudnék állni vlogolni most holnap egy kicsit, mert kurva sok gameplay volt az elmúlt időszakban, de oké, szívesen csinálom. De hogy először ezeket be szeretném fejezni, meg még akkor pár indexképet csinálni, stb. Van ezzel baszakodás, az tény, de hogy egyelőre ezt kéne valahogy megfejteni, hogy 13 percnél, és tényleg nem, egyszerűen nem tudom értelmezni, hogy mitől kezdődhet előről, amikor ide viszem 13 perchez, ez egy húzott kurva közelre, és itt sem látok semmit, és itt kezdődik el ez emiatt, de nem, hát ez. Tényleg kezdő Premiere Pro-s vagyok, és nézegettem YouTube-on tutoriálokat, de egyszerűen kibaszottul nem jövök rá, mert a kép az nem, csak a hang. Itt is vagyunk a következő részben. Biztos, hogy én ontottam el valamit, ebben 100%-ig biztos vagyok, viszont nem tudom, hogy mit. Szóval, ha van bármiféle tippetek, illetve értetek hozzá, vagy ilyesmi, akkor várom kommentben a megoldási tippeket, és akkor meglessük együtt, hogy mi lehet az. Köszönöm a segítségeteket, előre is sziasztok! Kokokokok.